Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Vízöntő 2024 második fél év. Több fontos eseményünk lesz, én szeretném kiemelni a Plútót, hiszen a Plútó a legnagyobb erő, a nagy pénz, a nagy transformátor ő, az alvilág istene, és most a vízöntőben tartózkodik, és 20 évig a vízöntőben lesz, tehát a vízöntők, a főszereplők. Mit jelent ez a vízöntők? Hát természetesen az egyes házat itt érinti, a Plútó, egyes ház az egész életünk, én, a külső, a belső, a hangulatom, mi történhet itt? Bármi, bármi. De a Plútó egy rövid időre vissza fog térni a Bak csillagjegyben, mert most retrográd, visszafele halad. Szeptember 2-ától november 20-áig a Bak csillagjegyben lesz. November 20-ától viszont csak vízöntő, vízöntő, végig vízöntő. 20 év. Mit jelent Plútó a Bak csillagjegyben a vízöntőknek? A 12-es ház lesz érintett, misztikus ház. Ez maga a titok? Lehet kiderül egy titok? Lehet lesz egy titkunk? 12-es ház, a félelem, a befejezés, a megszabadulás. Lehet a Plútó megszabadít minket. Hát valamilyen nehéz dologtól. Az izolált hely is ide tartozik, de a Plútóról vannak videók a csatornámon, érdemes megnézni, meghallgatni őket. Több is van. Karmikus csomók. Az északi továbbra is a kosban van, a déli továbbra is a mérlegben, a karmikus csomókról is van külön videók. Őket is érdemes megnézni, meghallgatni. A karmikus csomók miatt van holdfogyatkozás, napfogyatkozás. Holdfogyatkozásunk lesz szeptember 18-án. Mit jelent ez a vízöntőnek? Hát itt a kettes ház érintett, ez viszont a pénz. A pénz, az értékeink, az önértékelésünk. A napfogyatkozás viszont október 2-án lesz. Itt viszont a hármas ház érintett, a kommunikáció, a közvetlen környezetünk. Kommunikáció a közvetlen környezetünkkel. A testvérekkel, a szomszédokkal, tehát a rokonok is ide tartoznak. A tanulás ide tartozik, a továbbképzés, az utazás, a rövid út, a belföldi út ide tartozik, de a holdfogyatkozásról, a napfogyatkozásról lesznek külön videók ősszel. Na nézzük a kártyákat. Na nézzük. Az eredeti Rider tarot. Mit mond? Kardok lovagja. Kardok lovagja. Levegő energiát kaptunk. Nagyon gyors kártyát kaptunk. Nagyon gyorsan vágtat hozzánk valami. Kardok, ez információ. Lehetőség jön. Lehet, hogy gyorsan kell ezt rá reagálni, válaszolni. Lehet, hogy reggel jön egy lehetőség, és délután már válaszolni kell ezt. Igen vagy nem, elfogadjuk vagy nem. De ez mozgás. Ez a kártya mutat azért utazást is, költözést. Na nézzük csak a következő kártyát. Híreket hoznak nekünk a lovagok, és megint kardok. Na, mi lesz itt? Kíváncsi vagyok én is, mert az történt, hogy már későn este befejeztem itt a videókat, és bizony-bizony a bak, a vízöntő és a halacskák lelettek törölve, és újra kell vennem ezeket a videókat. Nagyon mérges voltam. Nagyon. De fel a fejjel. Na nézzük, mi lesz itt. Kardok ötös. Harc. Harcolni kell lesz. Ez egy kemény harc, és ez egy kemény ellenség. A lovag is szokott üzenni nekünk valamilyen vitát, valamilyen konfliktust. Na, mi lesz ebből?
Egyébként a kardok maga az internet is. Pördül, tízes, ez is kardok. Befejezés. A valami véget ér, valamilyen nehéz harc véget ér. Tehát a Plutó erre képes 12-es ház, itt tényleg befejeződhet valami. Kardok, dokumentumok, ez lehet egy nehéz bírósági ügy, nehéz jogi ügy, nehéz tanulás például. Kardok maga az ész, a tanulás. Egy nehéz konfliktus. Valami végre valahára véget ér. Micsoda kártyákat kaptunk itt. Kell rögtön, azonnal egy másik kártyapakli. Na nézzük. A lezárás után kapunk új esélyt. Új életet kapunk. Tehát valamitől tényleg meg kell szabadulni. Valamilyen tehertől, valamilyen szúrós dologtól, és ez bármi lehet. Egy toxikus munkahely, toxikus párkapcsolat. Nyolcas. Nagyon szeretem ezt a kártyát. Tűzenergia. Gyorsaság. A két leggyorsabb kártyát megkaptuk. Itt van ez a lovag, és itt van ez a nyolcas. Gyorsan megszabadulunk itt valamilyen tehertől, valamilyen szúrós dologtól. Ez lehet egy betegség is. Megszabadulunk a betegségtől. Kardok, egészségügy is. Tehát ez is lehet. Mert a 12-es ház egyébként a krízis háza, a krízis. Nyolcas botok, gyorsaság. Gyorsan rendeződik ez a dolog. Gyorsan felépülünk ebből az egészből. Húzunk még. Hol van? Húzunk még. Na, mi van itt? Megkaptuk a gyógyírt. Vízenergia, és a kártya pakli alján is. Vízenergia. Ez egy királynő, ez viszont ász. Nagyon erős kártyák. És ott is egy ász, tehát egymás után jönnek a pozitív kártyák, de ehhez kell az a bizonyos lezárás, az a bizonyos megszabadulás, hogy megkapjuk azt a megkönnyebbülést, azt a felfrissülést, azt az új életet. Valamitől vagy valakitől meg kell szabadulnunk, valamit le kell zárni végleg. Tehát ez olyan lezárás, hogy visszaút nem lesz. Szó nem lehet róla. És itt a vízenergia gyógyír. A királynő, ő lehet egyébként orvos, vagy pszichológus, vagy valaki, aki ezotériával foglalkozik. Lehet rákhalak, vagy skorpió ez a királynő. De ez a királynő boldogságot mutat. Gyógyulást, lelki gyógyulást, felépülést mutat. És itt az új élet, az új kezdés, az ász, ez kezdés, ez egy új impulzus, ez egy új boldogság forrás. Ha itt már kiszívták az energiánkat, kész, vége. Itt jön az új lehetőség. Képzeljünk el olyan boldogságot, mint a gyermekáldás, gyermekszülés, keresztelő, esküvő. Tehát ilyen boldogság várható, ami ilyen nagy örömöt hoz. Tehát érdemes lesz belevágni, elkezdeni ezt az új dolgot. Az esélyt megkapjuk, a lehetőséget. Tehát itt lehet látni, hogy az univerzum keze nyújtja nekünk ezt a lehetőséget. Tessék, fogad el! És itt a béke galamb. Ha ez itt konfliktus, akkor itt megkapjuk a békét. Lehet lezárjuk ezt a konfliktust. Egyébként itt van ez az ász. Kardok ász, a kardok, levegő energia megint csak. Ezzel a karddal el tudjuk vágni magunkat az összes negatívumtól. Tehát ez egy hatalmas fegyver a kezünkben. És itt a csillag, a ti kártyátok. Tehát egymás után jönnek a pozitív kártyák, elérni a csillagot, új remény születik. Teljesül,
legalább egy álmunk, egy kívánságunk. Ez a ti kártyátok. Megkapjuk a szabadságot, és itt a 21-es, a 21-es, tessék, a világ egy ciklus befejeződik, és egy új elkezdődik. Ez egy sikeres happy end. Ez egy boldogságos vég. És lesz erőnk küzdeni? Igen, itt az erő is. Tehát egymás után jönnek a csodálatosabb kártyák. Egyik jobb, mint a másik. Hát azért ezt az erőt is itt hagyom. Kell ez az erő a felépüléshez, a küzdéshez. Megyünk tovább. 78 ajtó. Na, milyen ajtók nyílnak meg? Hát itt van ez az ajtó. Valamit ott hagyunk a hátunk mögött, valamit vagy valakit, és elindulunk új útra. Elindult a vándor. Amikor ez a kártya kijön, akkor fejlődni akarunk, akkor tudjuk, hogy ott, ahol vagyunk, át nem a legjobb hely, vagy már kinőttük, vagy már ott nem tudunk fejlődni, de valami történik. Ez nem egyik napról a másikra születik meg ez a döntés, hogy na most akkor mindent ott hagyok, csapott papot, és megyek. Megyek meghódítani új horizontokat. Nem. Ez már húzódik régóta. De itt már rájöttünk, hogy valamit le kell zárni, valamit vagy valakit ott kell hagyni. Ez a csillag fogja mutatni az utat, hogy merre kell menni, a jó irányt fogjuk tudni, a helyes utat. Vinni fog minket ez a csillag az álmokhoz, a vágyakhoz, az új élethez, az új sikerhez. És itt kártyapakliaja a bolond, a szabadság. Az Uránusz energia dominál itt, Uránusz energia. Az Uránusz viszont a ti bolygótok, a szabadság, a forradalom. Na nézzük. 8-as. Megint 8-as. Botok. Kulcs a megoldáshoz. Kulcsok a megoldáshoz. És megint gyorsaságot kaptunk. És ez egyébként már a harmadik 8-as. Ugye itt van a 8-as. Botok. Itt vannak ők. A gyorsaság. Gyorsan megkapjuk a kulcsot. Azt a bizonyos kulcsot. Ahhoz a bizonyos megoldáshoz. És itt van a 8-as. A harmadik 8-as. A végtelenség jele. Egyébként utazást is mutatnak ezek a 8-asok. Én még egyet szeretnék kihúzni itt. Nagyon érdekes. Érdekes ez a kirakás. 5-ös kardok. És van ilyen 5-ösünk is. Itt van ez a küzdés, ez a harc. Tehát csak lesz itt valamilyen küzdés. Meg kell ezt küzdeni a boldogságunkért. Nem adják ingyen. Ez nehéz harc. Miért kell küzdeni? Kivel kell itt küzdeni? A kardok, az ész, a gondolatainkkal is itt küzdhetünk, a negatív gondolatokkal. Na most nekem is kellett küzdeni. Mert nagyon mérges voltam, hogy letöröltem, és mert megtelt a tárhely, és újra kell vennem, és már mindjárt éjfél. Király! Hát ez maga a vízöntő. Ez maga a vízöntő. A higgadság. A hidegvér. Bizonyos helyzetben, bizonyos szituációban olyanok kell lesz lenni, mint ez a király. Aki meg tudja tartani azt a bizonyos hidegvért. Nem könnyű, lehet, hogy nem könnyű, de sikerülni fog. Tehát királyok és királynők leszünk. Ő okos,
ő fogja tudni a helyes utat, a helyes döntést. Rájön a megoldásra, megszületik a fejében az a bizonyos megoldás. Hogyan is kell megoldani a problémát? Meg fog születni az a tökéletes terv. Megyünk tovább. Érdekes. Ha egészségügyi problémáról van szó, mert a kardok igen mutatnak egészségügyi problémát is, akkor megtaláljuk azt a megfelelő orvost, például ez lehet orvos. De itt egyértelmű, hogy lesz megoldás, mert a tízes az már a befejezés. A tízes azt üzeni, hogy rosszabb már nem lesz, kész. Ezt még ki kell bírni, ezt az utolsó lépést. Na nézzük, a mindennapi boszorkányok mit mondanak nekünk, és megint itt a világ, a 21-es, és a kártyapakli alján a királynő, a kardok királynője, a király után megkaptuk a királynőt, a vízöntőt megkaptuk, tehát a vízöntő tényleg király és királynő lesz. Na most a világ. A világ ez egy sikeres befejezés, ez egy fantasztikus befejezés. Lehet látni, hogy mennyire boldog ez a boszorkány, a lány. Dobja azt a kalapot, hogy végre sikerült nekem, mint amikor a tanulók befejezik azt a bizonyos tanulást, és dobják a kalapokat, hogy hurrá, végre sikerült, befejeztük, ez egy sikeres vég. Másodszor megjelent nekünk, ez egy magasabb szint, átjutni egy magasabb szintre. Lehet valaki megkapja a diplomáját, lehet valaki megnősül férhez, mert ez is egy magasabb szint. De itt megkapni a szabadságot is. A szabadságot. Azért ezt a királynőt is itt hagyom. Na, húzzunk még egy kártyát. Mi lehet itt még? Apród. És ez pénz, érmék. Új pénz elindulhat, amit eddig nem kaptunk. Lehet ez nyugdíj például, vagy családi pótlék, vagy egy plusz valamilyen pénz, bármi lehet a vállalkozásunk most elindul, és már fogjuk látni az első pénzt. Egyébként nagyon jó tanulni, vizsgázni például, amikor ez a kártya kijön. A tanuló kártyája is. A gyermekek kártyája is ez a kártya. Lehet a gyermekünk életében történik egy fontos esemény. Lehet a gyermekkel fogunk itt foglalkozni, az unokánkkal több időt fogunk tölteni. Hát pénzkiadás a gyermekekre, azért ez is itt van, ez is itt van. Megyünk tovább. Én ebből a kártyapakliból is szeretnék hozni. Ha már újra kellett venni az egészet, akkor most már nem sietünk. Na nézzük. 9-es és kelyhek. Teljesül az összes kívánságunk. De legalábbis, ha nem az összes, akkor 9. A kelyhek megtelnek boldogsággal. A 9-es az elért siker. Nem hiába küzdünk, nem hiába. Érdemes. Érdemes harcolni ezért a boldogságért. Ez boldogság. És mi van itt? Na nézz! Őrangyal. Lesz egy őrangyalunk. Az angyalkák vigyáznak ránk, a fenti erők vigyázni fognak ránk. Egyébként ez a csillag is egy védőkártya. Tehát kaptunk egy megerősítést, és a ti kártyátok, tehát duplán védő. És itt van még egy, tehát triplán megkaptuk a védelmet. A fenti erők szeretni fogják a vízöntőket, és vigyázni fognak a vízöntők.
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!